Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Őzveszély az utakon. A párzási időszak alatt nőhet a közúti balesetek száma. Megválasztották Tolna megye kicsi nagykövetét, 4-en jutottak el az országos döntőbe. 6. aratónap Kisdorogon. Régi idők szokásait elevenítették fel. Strandfoci nemzeti bajnokság. Világsztárok csaptak össze a bajnoki címért Bonyhádon. Nyár közepétől kezdődik az őzek üzekedési időszak, amely augusztus végéig tart. Ezen időszakban a bakok sokkal aktívabb életet élnek, ezért az autósoknak fokozott figyelemmel kell vezetniük az éjszakai és hajnali órákban. A statisztikák szerint a nyári vadgépjármű ütközések zömét az őzek okozzák. Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, aminek következtében a felhajzott bakok csak a sutákkal vannak elfoglalva. Ilyenkor sokkal körültekintőbbnek kell lenni azoknak, akik éjszaka a volán mögé ülnek. Janács Gergely, a Gemenc ZRT erdészet vezetője úgy nyilatkozott: a nyári közúti balesetek jelentős százalékáért az őzek a felelősek. Egy gépkocsival történő találkozáskor nem csak az autóban keletkezik anyagi kár, az állat rendszerint nem éli túl az ütközést, ami a vadásztársaság veszteségének számít. Fontos tudni, hogy minden esetben a vadgépjármű ütközés történik, akkor ez közúti balesetnek minősül, és akkor rendőrt kell hívni. A rendőrség meg fogja a megfelelő helyszínelést tartani, és értesíteni fogja a vadászatra jogosultat, és utána lehet tovább a káreseménynek a rendezésével foglalkozni. De ez sok esetben azért mind a két fél kárt szenved. Az autósok számára fontos tudni, hogy főként a párzási időszak alatt, az esti és hajnali napszakokban fel kell készülni rá, hogy ősztévedhet az útra. A szakértő elmondása szerint a sutát ilyenkor legtöbbször egy bak is követi, ezzel fokozottan nő a baleset veszély esélye. Az autósoknak szeretném még arra felhívni a figyelmét, hogy a vadgépjármű ütközés esetén a kötelező biztosítás az általában nem fizeti az így keletkezett kárt. A kaszkó biztosítás az rendezi a vadgépjármű ütközéses kárt általában. Lehet azonban olyan biztosítást is kötni, aki nem rendelkezik kaszkó biztosítással, csak hagyományos kötelező felelősségbiztosítással, ez lehet kiegészítő biztosítást keresni, ami a vadgépjármű ütközést is rendezi. Az ország területén élő vadak az állam tulajdonát képezik, az állattetemel viszont a vadászatra jogosult személyt vagy társaságot illeti meg. Az elhullott jószágeszmei értéke átlagosan 200-300 ezer forint között mozog. Eltulajdonítása lopásnak minősül, amiért akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható. Egy műszaki meghibásodás miatt Szekszárd egyes területein szünetelte a vízszolgáltatás. Hétfő délelőtt folyamán az alábbi utcákban nem volt vezetékes víz. Zöldkert utca, Botyánhegy, I. és Gyula utca, Bartók Béla utca, Székely Bertalan utca, Tanya utca és Dr. Belze Nagy János utca. A hiba elhárításán folyamatosan dolgoztak a szakemberek, így aznap délután 14 órakor ismét helyreállt a rend. Aki bankszámlára kérte nyugdíjának utalását, annak kedden kerül az évközi nyugdíjemelés a bankszámlájára, így július 12-én több mint 1,5 millióan jutnak a járandóságukhoz, közölte a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tárlai András leszögezte, a júliusban érkező plusz pénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak. A nyugdíjasok több mint 60%-ának átutalással érkezik júliusban a pénz, mondta. Hozzátette, mintegy 900 ezer nyugdíjas és más ellátásban részesülő választott postai kézbesítést, akiknek a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat vagy ellátást és a visszamenőlegesen járó korrekciót. Bonyhádi lett Tolna megye kicsi nagykövete. A 2021-ben indult program célja, hogy kreatív feladatok megoldása mellett a résztvevők felfedezzék és jobban megismerjék lakóhelyüket, tágabb környezetüket és azt másoknak is bemutassák. Az országos döntő szeptember 4-én rendezik meg Budapesten, ahol 4 Tolna megyei diák is képviseli majd szűkebb hazánkat.
10 gyermek érkezett a kicsi nagykövet Tolna megyei döntőjének eredményhirdetésére Szekszárdra. A több száz indulóból 13-an jutottak be a döntőbe. Közülük választották ki a megye kulturális, agrár és sportataséját, valamint a kicsi nagykövetet is. Strack Mária, a projekt ötletgazdája elmondta, eddig sikerült a kitűzött célokat megvalósítani. Elsősorban a gyerekek fejlesztése, de leginkább az, hogy kötődjenek a megyéjükhöz, a lakóhelyükhöz, ismerjék a hagyományaikat, a szokásaikat. Nagyon, nagyon sok olyan dolgot leltek föl a gyerekek, ami mellett elmegyünk már. És ők most szembesültek azzal, hogy milyen jó dolog Tolna megyeinek lenni. Csodálatos munkákat végeztek. Tolna megye kicsi nagykövete a Bonyhádi Mánditi Emma lett. Szeretem a környezetet, az országunkat, a megyénket. A kulturális atasé címet a szekszárdi Virt Enikő, az agrár atasé címet a Bonyhádi Masa Hanna, és a sport atasé kinevezést a Madocsai Nagy Ábel kapta. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke volt a verseny fővédnöke. Hát örülünk, hogy a gyerekek egyáltalán ezzel a témakörrel foglalkoznak. Ez a verseny arra volt jó, hogy a megyét még jobban megismerjék, utána nézzenek azoknak az értékeknek, ami miatt büszkék lehetnek Tolna megyére. A megye 4 legjobbja szeptember 30-án az országos döntőbe száll versenybe a másik 68 diákkal a magyarság kicsi nagykövete, valamint a magyarság agrár, kultúr és sport ataséja címekért. 2021-ben Kisdorogon, ezúttal pedig Cikón állítottak emléket Csaba királyfinak. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. A politikus beszédében úgy fogalmazott, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja az identitását, amelynek tárgyi emlékeket is állít. Csaba királyfi szobrot a Vattak Cikón. Az ötletet a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének néprajzi tábora adta, ahol többek között fafaragók is megfordulnak, mondta Bogos Jeromosné, a Cikói Hagyománynyőrző Egyesület vezetője. Ott vannak faragók, szövők, énekeket tanulunk, főznek, mindenfélét, viseletet készítenek, és 3 évvel ezelőtt kisdorogiak is készítettek egy Csaba királyfi szobrot, amit Kisdorogon már fel is állítottak, és a Bíró Zoltán azt mondta, mi egyik fafaragónk, hogy hát neki is van egy ilyen nagy farönkje, és mi is tudnánk ilyet csinálni. Jön a hideg, el kell menni, mikor csíkból elindultam. A monda szerint Csaba királyfi Attila király egyik fia volt, aki összeszedte a menekülő hunokat és letelepítette őket Erdélybe, miután a rómaiak leigázták a birodalmat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja az identitását, és ennek tárgyi emléket is állít. A székelyek szerint ezek a hunok az ő, illetve mi őseink, és így a mi népünk történetéhez is szorosan hozzátartozik Csaba királyfinak az alakja. Ez is egy újabb olyan dolog, ami igazából a mi identitásunkat megerősíti, és ha igaz volt ez, ha nem, mi ragaszkodunk ehhez, mert gyakorlatilag ez is hozzátartozik a mi népünk történetéhez. Az esemény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Csaba királyfit ábrázoló szobrot. 6. alkalommal rendezték meg Kisdorogon az Arató napot. A résztvevők régmúlt idők aratási hagyományait követve vettek részt a rendezvényen. Autentikus ruhákban, kaszákkal, sarlókkal dalolva indultak el a Búzamezőre, hogy ott a csapatok számára kijelölt parcellákat lekaszálják. Ugyanis verseny is övezi ezt a népszerű eseményt. A zsűri nem csak az aratást, hanem a ruházatot és a reggelire szánt ennivalót is pontozta. A legügyesebb és legkreatívabb csoport a dicsőséggel és egy serleggel lett gazdagabb. Figyelem!
Suhanak a búzatáblán a kisdorogi aratónapon. Az elmúlt évek hagyományait követve idén is megrendezték ezt a népszerű programot a faluban. Mára már nem csak a település lakosai vesznek részt az eseményen, hanem a környező községekből is érkeznek résztvevők, hogy együtt újra felidézzék a régmúlt idők aratási szokásait. Én bizony még emlékszem arra az időkre, amikor kézzel arattunk, ugyanis ezelőtt 45-50 esztendővel azok az akkori kombánok nem tudták felszedni a ledőlt gabonát. Édesapám talpra esett ember lévén kivett egy-egy részest a téjezből, és mentek ők. Kaszált, édesanyám markot szedett, én meg a kötelet dobáltam. Majd rá két esztendőre kötöttem, és 15 éves koromban már a kaszát húztam. Kisdorog határában lévő búzamezőn a kijelölt parcellákat kellett a versenyre benevezett csapatoknak learatni, majd a lekaszált gabonát keresztbe rakni. Idén azonban nem csak az aratást, a szerszámokat és a munkavégzés folyamatát pontozta a zsűri, hanem a ruházatot, illetve a reggelire szánt ennivalókat is. A zsűri arra volt kíváncsi, ki mennyire törekszik arra, hogy korhű maradjon. Régen akkor kivitték a hagymát, a szalonnát, esetleg kolbászt, akinek volt még kolbásza, mert ilyenkor már a szalonna is megolvad, de azt lehetett akár a zsírját is fölszedni, és a kenyér, és a pálinka. Tehát bort nem is vittek ki, hanem volt arató pálinka. Az arató pálinka, az azért volt arató pálinka, az nem 50 vagy 51 fokos volt, hanem azt egy kicsit mindig fölhígították vízzel. A szervezőknek az aratónappal az is célja, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy megismerjék a régi szokásokat, hagyományokat, és ha máskor nem is, legalább ezen a napon kipróbálhassák, milyen is volt annak idején egy kézi szerszámmal betakarítani a kenyérnek szánt gabonát. Bonyhád adott otthont a férfi strandfoci nemzeti bajnokságnak és a női szuperkupának július második hétvégéjén. A lányoknál a szigetvári keresztes lovagok és a tolnamőzsi futszalosok között dőlt el az arany sorsa, míg a fiúknál a házigazda Bonyhád és az Újhartyán együttese csapott össze a döntőben a végső sikerért. Július 8-a és 10-e között adott otthont a bonyhádi termálfürdő a férfi nemzeti strandfoci bajnokságnak, melyen az ország legjobb 6 együttese vett részt. A női mezőnyben pedig a szuperkupa került megrendezésre, ahol a házigazdák mellett a bajnokság első és második helyezettje mérte össze az erejét. Bölcsföldi Zoltán, az esemény rendezője elmondta, a színvonalas meccsek mellett közönségjátékok és táncos lányok gondoskodtak a jó hangulatról. A nőknél a tolnamözsi futszálosok és a szigetvári keresztes lovagok csaptak össze az aranyért, a férfiaknál pedig az Újhartyán és a házigazda a Bonyhád együttese mérte össze erejét. Volt csapat, amelyik abszolút megfiatalította a keretét, és ez mondjuk most az eredmény rovására is ment, meg nagyon nem volt mindegy, hogy melyik csapatban játszottak esetleg világsztárok, külföldi válogatott játékosok, hát azok a csapatok ezekkel a sztárokkal megerősítve sokkal komolyabb játékerőt képviselnek. Völgyi Péter, a bonyhádiak játékosa szerint a nézők biztatása is rengeteget segített a csapatnak, hogy döntőbe jusson. A külföldi játékosoknak köszönhetően pedig csapattársként is sokat tanulhattak a világsztároktól. Eddig egész jól állunk, ugye most készülünk az úgymond a döntőre, valamiért a sorsolás így hozza, hogy pont a két legerősebb csapat fog most találkozni. Pénteki napon egy mérkőzést játszottunk, azt abszolváltuk, illetve tegnapi napon egy neccesebb meccsen tudtunk nyerni, aztán este pedig egy sima mérkőzésen, majd ma pedig délelőtt szintén egy könnyedebb mérkőzés, és akkor most jön az Újhartyán ellen úgymond a döntő, ugyanis ők is hibátlanok eddig, úgyhogy kettőnk közül dől el, hogy ki lesz a bajnoki cím. A női szuperkupát a szigetvári keresztes lovagok csapata nyerte, a férfiaknál pedig az Újhartyán együttese bizonyult a legjobbnak. Regionális híreink következnek. Modern, korszerű környezet. Megnyílt az új vásárcsarnok Pécsen. Bringával a Balatonon. Egyre népszerűbb a 204 kilométeres tókerülő túra. A bor szülőhazájába is eljutnak a baranyai nedűk. Borászat és turisztikai együttműködés Georgiával.
megnyitott a kapuit az új vásárcsarnok Pécsen. Péntektől már itt fogadták a vásárlókat az őstermelők, kereskedők. A hivatalos épületavatást még csütörtök este megtartották, az árusok pedig azon a napon költöztették át felszerelésüket, készleteiket az új helyszínre. A modern épület már az első napon elnyerte a vevők és az eladók tetszését. Letakart árukészlet a pultokon, még lehúzott redőnyök az üzleteknél az új pécsi vásárcsarnokban csütörtök este. A régi csarnok árusainak közel 90%-a átköltözik ide, de egy pályázatunk eredményeképpen az őstermelők létszáma is bővülni fog a csarnokban. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen az új vásárcsarnok kiemelt célja a helyi termékek kínálatának bővítése. Mondta az zárt körű avatáson a polgármester. A megyei termelőknek és a pécsi vásárlóknak fontos találkozó helye lesz az új vásárcsarnok, mondta a baranyai önkormányzat elnöke. Őri László emlékeztetett rá, hogy az előző városvezetésnek és a kormányzatnak fontos szerepe volt abban, hogy megépülhetett ez a beruházás. A 4 milliárdos összbüdzséhez több milliárd forintot biztosított magyar kormány fejlesztési forrásként, az annak a bizonyítéka is, hogy noha a baloldal időnként arról beszél, hogy a kormány bünteti az ellenzéki vezetési városokat, na hát a pécsi vásárcsarnok ennek az ellenpéldáját igazolja, azt mutatja, hogy a pécsi fejlesztési elképzelések megvalósításához ma is a pécsiek első számú partnere az a magyar kormány. Pénteken már árusokkal, vásárlókkal volt tele az épület. A kereskedők, őstermelők elégedettek az új eladótérrel. Sokkal modernebb, ezáltal jobban érezzük magunkat. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez a hétvége ez milyen lesz. Nagyon sok ember van, sok a vevő is, először csak megnézték, most meg már vesznek is. Én abszolút elégedett vagyok mindennel, szóval teljesen modern környezet, nagyon sok a fiatal, tehát most itt az egyetemnek ugye van egy borboltja, amiatt is, de egyre több egyetemista jön le egyébként, úgyhogy ezt nagyon jó látni, hogy mennyire elégedettek a vásárlók, mennyire elégedettek az árusok, szóval abszolút nagyon elégedettek vagyunk. A vásárlók is elégedettek voltak a nyitás napján. 40 éve jártam a piacra. Sajnáltam a régit, ennek meg nagyon-nagyon örülök. Főleg annak örülök, hogy visszajöttek a nénikék meg a kis termelők. Én reklamáltam egyébként a Pécsi Képek csoportban is, hogy nincsenek kis termelők. Most látom, hogy új választék van, nagy választék, jó lesz. Az egyszintes épület nettó alapterülete 6200 négyzetméter. Az összes piactér nagysága 2908 négyzetméter. A főhajó 1961 négyzetméter, amely 184 darab asztali árusítóhelynek biztosít helyszínt. Emellett a kiadható üzlethelyiségek száma 64 darab. A vásárcsarnok külső piac terén 34 darab fedett asztali árusítóhely, 48 darab napernyővel rendelkező asztali árusítóhely létesült. Sem a forrás, sem az eső nem riasztja el a balatoni bringásokat. A 2004 kilométeres tókerülő túra egyre népszerűbb, és sok vendéget fogadnak a környékbeli szállások és éttermek is. Szinte minden nap óriási a forgalom a balatoni kerékpárúton. A déli parton, Balatonbogláron is egymást érik a bringások. Vannak, akik több 10 kilométert tekernek le egy nap alatt, mások kisebb távokat tesznek meg. Most éppen Lelére megyünk be, ott körülbelül nézzük itt a standokat, de szoktunk Szemes felé is menni, most itt lakunk nem messze egy kempingbe. Én már voltam egyszer Balaton körbetekerésen is, és esetleg ez is terve van, hogy még egyszer elmegyünk itt az következő időszakokba. Ez egy elektromos kerékpár, aminek az a lényege, hogy rásegít a hajtásnál, tehát mindenféle külön edzettség nélkül föl lehet könnyedén akár itt a Balaton lelei kishegyre is tekerni. A kerékpárosok körében az elektromos rásegítésű bringák is népszerűek. Sokan bérlik a kétkerekű járgányokat és csillagtúrákra mennek velük, akár a környék Béli Szőlőhegyre is.
Mindenféle kerékpáros megtalálja magának való útvonalat, tehát van olyan bicikliút, amit teljesen amatőrök, családok, kisgyerekek is tudnak teljesíteni, de vannak olyan hegyi, esetleg erdei utak is, ahol viszont tényleg már az extrém sportolók vagy azok a kerékpárosok, akik sokkal nagyobb rutinnal, tapasztalattal bírnak, de mindenféle korosztály és mindenféle edzettségi szintű kerékpáros megtalálható a Balatonnál. Az éttermek és szállásadók már külön felkészültek a bringások fogadására, sőt a programszervezők is. Ez egy bakancslistás programnak is beillik most már így a kerékpárosok körében, és egy évről évre visszatérő és ismételhető kerékpáros útvonalról beszélünk. Akár egy nap alatt, akár két nap alatt, de családoknak, kisgyerekeknek akár 4-5 nap alatt is körbetekerhető ez a táv. Ráadásul nem csak a 204 kilométeres balatoni bringakör egy-egy szakaszát lehet teljesíteni, egyre több környékbéli kerékpárút is becsatlakozik ugyanis ide, így például a 67-es gyorsforgalmi úttal párhuzamosan futó is. Meglepte a georgiai üzletembereket a baranyai borok magas minősége. Ezt mondta annak a delegációnak a vezetője, amelynek tagjai a baranyai borászokat, turisztikai attrakciókat keresik fel ezen a héten. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Fekete-tenger melletti ország képviselői egy európai együttműködés keretében térképezik fel azokat a lehetőségeket, amelyek hasznosak lehetnek mindkét félnek. A pécsi villányi így eljuthatnak majd Grúziába, ahol a helyiek már 8000 éve készítik ezt a szőlőből erjesztett nedűt. Üzletemberek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nagy termében. Itt találkozhattak a Georgiából érkezett cégek képviselői, baranyai vállalkozások képviselőivel. A grúziai, vagy ma már hivatalosan georgiai delegáció turisztikai, borászati, gazdasági társaságokat képviseltek, akik a helyi borokkal is megismerkedtek látogatásuk során. Nagyon meglepődtünk, mert nem tudtuk, hogy itt Magyarországon ennyire jó borokat tudnak előállítani. Azok a borok, amiket kóstoltunk, nagyon ízlettek nekünk. Meglepően magas és jó minőségű nedűk ezek. Tárgyalások kezdődtek a magyar borok exportjáról a georgiai cégekkel, illetve nagyon jó kapcsolat alakult ki Pécs és a georgiai Tel Aviv városa között, ahonnan felkérés érkezett a testvérvárosi kapcsolatok elindítására. Most 8 céggel érkezett ide a georgiai delegáció, ők már elkezdték kiépíteni a kapcsolataikat az itteni cégekkel. Remélem, ehhez más cégek is csatlakoznak mind a két országból, és nem csak a turizmus és borászat területéről. A baranyai delegáció még februárban járt Georgiában. A borászati szőlészeti együttműködés az a terület, amely adja magát, hiszen Baranya megyében és Grúziában is fontosak ezek a tevékenységek, mondja a helyi iparkamara bizottsági tagja. Georgiában is elég erős a bortermelés. Lényegében ők 8000 éves múltat tartanak számon a bortermelésben, és gyakorlatilag nálunk is ebben a régióban azt gondolom, hogy az egyik húzó ágazata a turizmusnak a borturizmus, úgyhogy ebben a tekintetben sikerült azért kapcsolódási pontokat találni. De megismertetik őket a helyi termálturizmussal, megyei attrakciókkal. Emellett a Pécsi Egyetem Szőlészeti Kutatóintézete georgiai fajtákkal bővítheti állományát ennek az együttműködésnek köszönhetően, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalom Fejlesztési Bizottságának tagja. Most pedig mutatjuk, miről is szólt a híradó. Őszveszély az utakon. A párzási időszak alatt nőhet a közúti balesetek száma. Megválasztották Tolna megye kicsi nagykövetét. 4-en jutottak el az országos döntőbe. 6. aratónap Kisdorogon. Régi idők szokásait elevenítették fel. Strandfoci nemzeti bajnokság. Világsztárok csaptak össze a bajnoki címért Bonyhádon. Kedden ismét szélcsendesebb, hűvös lesz a hajnal. Ezt követően a délelőtt folyamán ismét megerősödik az északnyugati szél. A napos időszakokat átmeneti felhősödések zavarhatják. Csapadék nem hullik. Késő estére mérséklődik a légmozgás. Éjszaka többnyire csillagfényes, mérsékelten felhőség volt valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!